Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Ugye személyesen nem tudunk csak így beszélgetni a Skype-on keresztül. A múlt héten kint voltunk és megnéztük a gokártyaidat. Tulajdonképpen hogy alakult ki, hogy te itt Szentesen egy gokartpályát létesítettél és lehetőséget adsz a gyerekeknek, fiataloknak, idősebbeknek, hogy kipróbálják magukat? 2 éven keresztül a volt Zsódos Ferenc téglagyárnál voltunk. Ott különböző okok miatt úgy alakult, hogy nem volt igazán jó hely, és keresni egy másikat. A Tesco parkoló tűnt a legjobbnak, és úgy néz ki, hogy be fog válni. Nagyon jó a hely, sokan jönnek szerencsére, többen, mint a másik helyre. Az ötlet már régen jött, ugye szerettem volna valamit, hogy meg tudjak otthon telepedni, és valami olyan dolgot tudjak nyújtani a helyieknek, ami szórakoztató, tényleg családi program tud lenni. Ugye a tandem gokart miatt akár 3 évestől 103 éves korig bárki mehet, és én pedig egy olyan dolgot csinálok, amit szeretek, úgyhogy a motorokat, gépeket szeretem, próbáltam összehozni a kellemeset a hasznossal. És hogy jutottál hozzá ezekhez a kis szerkeretekhez? Ezeket használtam, vettem a Váci gokartpályától, ők még előtte volna használták, mielőtt én megvásároltam tőlük. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nagyon jól beváltak, viszont hogy üzembiztos legyen minden gokart, az idei szezonra az összes fenn gokartba vadonat új motor került, a körbecsövezésük megtörtént újra, tehát teljesen üzembiztosak, és gyakorlatilag aki most megy, szinte még új gokartokkal tud menni. Sajnos az anyagi helyzet az embereknél meghatározza azt, hogy mennyi tudnak költeni. Én sokszor szoktam mondani, hogy a gokartpályára két okból is lehet jönni, az egyik ugye a szórakozás, a másik pedig akár tanulni is. Aki megengedheti magának, én javasolnám sokszor, hogy ősszel, még mielőtt a rossz idő bejönne, érdemes lenne kijönni, mert ugye a gokartok, nem akarok nem túlságosan technikai részletekbe belemenni, de ugye hátsó kerék hajtásúak, túlkarányozottak, tehát sokkal hamarabb lehet azt a farolás, megcsúszást produkálni a gokartokkal, ami ne adj Isten az úton váratlanul fulladt egy őszi, koratéli időszakban. És ugye itt, hogyha az ember szórakozik, driftelget a gokarttal, a szórakozás és tanulás reflexzerűvé tudja tenni azt, hogy hogyan tudja megfogni egy ilyen csúszást, anélkül ugye, hogy kárt okozna bármiben és bárkiben. Azt a pár ezer forintot, amit mondjuk ott ugye az ember időzősen elszórakozik a gokartpályán, az bőven megspórolja a legkisebb őszi téli koccanásnál az autóján, tehát részben szórakozás, részben pedig tanulás, gyakorlás is lehet. Én felvetettem többször, hogy akár hogy a tandem miatt esetleg valaki, hogyha kezdő, tudunk olyat biztosítani, hogy a sisakokba sisakbeszélőt tudunk vele tenni, tehát hogyha valaki kezdő, akár ha bennünk nem bízik, hozzá mondjuk az autós oktatóját, vagy akár egy nagyon rutinos ismerősét, be tudnak jönni a gokartba, és ugye ott meg tudja tapasztalni, mint utas, hogy, és meg tudja nézni, mint utas, hogy hogyan érdemes vezetni a gokartot, megcsúszásnál hogyan kell fékezni, gázt adni, kormányozni, ne kormányozni, úgyhogy közben instrukciókat tud a mellette ülő adni a sisakbeszélőn keresztül, és ugye amikor már elméletben elsajátította, akkor helyet is cserélhetnek, és ugyanúgy ő is tud vezetni a tandem gokartban, úgyhogy mellette van az instruktora, ugyanúgy tud sisakbeszélőn keresztül instrukciókat adni vezetés közben, tehát ez egy másik opció arra, hogy gyakorlatilag a olcsóbban, mint hogyha egy drága vezetéstechnikai pályára elmenne valaki. Természetesen sajnos olyan körülményeket nem tudom biztosítani, de egy pici kis rutint és gyakorlatot mégiscsak lehet szerezni. Hát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy nagyon érdekes dolog, nagyon látványos, és talán még a karizmokat is igénybe vevő játék ez. Nekem csak játéknak tűnt egyébként. Főleg amikor a tandemmel mentünk át, az nagyon nehéz volt kormányozni, mert ugye csak 200 kilók voltunk, és azért azt betartani a kanyarban nem egy egyszerű dolog. Igen, sokan azt hiszik, hogy akik sokat vezetnek, nem bántásként, de tárautósofőrök, kamionsofőrök, hogy ők levezetnek több száz kilométert naponta, de mindenki elfejti azt, hogy ők ugye már szervos autóban ülnek, automata váltóval. Itt azért annyira fog kanyarodni a gokart, amelyet elkerül a kormány. Tehát itt a szervó kormány nem segít, itt csak is az izomerő, karizom és a vezetéstechnika az, ami fordítja a gokartot.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Kezdjük egy bemutatkozással. Fölcském Molnár Tibor. Látom Norbert. Én úgy látom, hogy élveztétek ezt a kis menetet. Hát igen, nagyon jó volt, én élveztem, de teljesen. Neked egyébként van jogosítványod? Még nincsen. De majd tervezem, hogy a nyáron megcsinálom, de még most jelenleg nincs. Ezt a gokartot mióta ismered? Hú, hát úgy... Egy másik-két hónapja akkor ütem bele elsőnek. És akkor már itt volt, vagy még a régi pályán? Akkor már itt volt. És neked? Neked hogy tetszik? Hát nekem is nagyon jó, hát egy-két hónapja ismerem ezt a gokartot, de egy párszor már lejöttünk így haverokkal. A veszélyeket gondolom sejtitek, mire kell nagyon vigyázni? Hát a kanyarokban, a féktávokra azért figyelni kell, az ívekre, mert hogyha rossz íven megyünk, akkor belemegyünk a falba, és végül is ennyire kell figyelni. Mennyire lehet előzni? Hát ha úgy csináltam volna, hogy most én, hogy kacsáztam az úton, akkor nem igen. Akkor úgy ütközés, meg csapódás, meg ilyesmi, de szerintem amúgy lehetne, így egyenes szakaszokban. Mit gondoltok, hogy ez a vezetési rutint elősegíti a gokán? Hát egy részben. Ugye hát azon nincs sok sét, akkor még nagy autót nem sokat vezettél, bár gondolom, hogy azért kipróbáltad. Mi a különbség a kettő között? Hát égés volt a kettő. Férfias vagy női sport? Hát úgy, inkább férfias, így kemény. Igazából nem adtátok föl, volt veletek egy profi versenyző is, és nem bírt megelőzni. Miért volt ez? Hát azért, mert végül is jobban tudja az egészet, de végül is, hogyha levédjük a féktávokat és odafigyelünk, akkor nem nagyon lesz előzési lehetőség. És akkor mondjuk el, hogy hovalósiak vagytok, milyen iskolába jártok? Ide a Szentesre, a Zsoldos Ferenc középiskolába. Én Szegvár Jóik, és szintén a Zsoldos Ferenc középiskolába járt. Van-e valami további, ahogy is mondjam, terveitek ezzel a gokárttal kapcsolatban, vagy egyáltalán a technikai sportágokkal? Fú, hát Forma 1 ezért nem terveztem, de amúgy hát nem hiszem, inkább szakmába dolgozni. Milyen szakmába? Szerkezet lakatos. Hát akkor egy csomó dolgot még kitalálsz, és te? Hát én is végül is majd egyszer, hogyha lesz rá pénz és mód, akkor esetleg gokártozok, és majd onnan tovább kerülök, de addig még én is a szakmámba akarnék majd elhelyezkedni.